Szervusztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Én Tony vagyok. Valószínű egyikőteket sem lepem meg azzal a kijelentéssel, hogy Korcsvilág végleges verziója és kezdeti verziója sok mindenben eltér egymástól. Ezek közül válogattam ki azt a négy különbséget, amit elég érdekesnek és nagynak éreztem. Az első és legnagyobb különbség az az, hogy Milo eredetileg nem külsős lett volna, hanem egy Hemingway magándetektív, aki pamacsot bújtatja az oltalom és a zsaruk elől, cserébe azért, hogy ő segít megoldani néhány ügyet. Ebben a verzióban a nyomozás, a krimi hangulat sokkal farsúlyosabb lett volna, mint a jelenlegi verzióban, valamint néha hallhattuk volna Milo gondolatait, kihangosított belső monológiait, akár csak a magándetektív filmekben. Végül két dolog miatt gondoltam meg magamat. Az egyik oka az, hogyha Milo magándetektívként itt van a kezdetek óta, akkor valószínű nem teszi föl azokat a kérdéseket, amiket egyébként feltenne a többi karakternek, hiszen tudja, hogy ezek hogy működnek, tisztában van a saját világának a működésével. Márpedig a világépítés szempontjából egyes kérdéseket fel kell tenni különböző karaktereknek, hogy azt egy másik karakter megválaszolhassa, és így jusson sztori és lore információhoz a hallgató anélkül, hogy az megtörné a párbeszéd hitelességét. Vagyis vagy Milo-nak kellett volna feltenni ezeket a kérdéseket, ami elég furán jött volna ki, vagy pedig pamacsot kellett volna lebutítani egy olyan karakteré, aki folyton kérdezget Milo-tól, vagy írni kellett volna egy harmadik karaktert, vagy pedig fel se tesszük ezeket a kérdéseket, hanem nagyon erőltetett és izzadságszagú monológokon keresztül magyarázzuk el, hogy mi hogyan működik. A másik oka pedig igen egyszerű, velünk párhuzamosan elindult egy másik sci-fi hangjáték, teljesen váratlanul. Ez volt az Odaben, amit egyébként zseniálisnak tartok és ajánlok meghallgatásra, viszont spoiler, az ő főhősük egy telepata srác. Ennek köszönhetően az ő sorozatukban gyakran hallhatunk kihangosított belső monológokat, és el akartam kerülni annak feltételezését is, hogy esetleg egymástól lopunk ötleteket vagy ilyesmi. Nos, természetesen mivel nem vittem el ilyen irányba a sorozatot, ezért nem kaptunk ilyen kommenteket, de biztosra veszem, hogyha ilyen lett volna a sorozat, akkor kaptuk volna ezerszer, hogy az Odabent koppintjuk. Akárhogy is, ha Korcsvilágot újra kezdeném bármilyen formában, bármilyen indoknál fogva, akkor Milo külsős maradna, illetve hogyha Milo helyére jönne bármilyen okból kifolyólag egy új szereplő, az is külsős maradna, mert szerintem sokkal jobb így, hogy a néző bele tudja magát képzelni a főhős helyzetébe, és a főhős felteszi azokat a kérdéseket, amiket ő is feltenne, mert ő is szeretné megérteni azt a világot, és ő sem feltétlen érti, hogy hogy működnek a dolgok. Egyébként némely Pamacs és Milo közti párbeszéd át lett emelve a végleges verzióba is, a 6. epizódba, de nem olyan formában, hogy Pamacs és Milo között zajlódik le, hanem Kócos és George beszélget benne. Igen, bizonyos értelemben George és Kócos megörökölték Milo és Pamacs eredeti funkcióját, még ha George nem is volt magándetektív. Ebből jön egyébként a második pont, ismerős arcok, ismeretlen helyzetben. A legtöbb karakter olyan volt, mint Milo és Pamacs, vagyis volt egy funkciójuk az eredeti történetben, majd a végleges történetben lett egy másmilyen funkciójuk. Nagyon kevesen vannak olyanok, mint Kazuya, akik mindkét elképzelésben kb. Ugyanazt vagy hasonló dolgokat csináltak, a legtöbben némileg át lettek alakítva. Csak hogy egy példát mondjak, ebben a verzióban Dorothy még aktív bűnöző volt, és Brutus a társa volt ebben. Gyakorlatilag az ő kettősük volt Lincoln Wolf jobb és bal keze. Egyértelműen negatív szereplők voltak. Egyébként ebben a verzióban Brutusnak volt egy speciális órája, ami a rejtőzködésben segítette. Az óra egy aféle hologram függönyt húzott fel a testére, ezáltal Brutus nem orknak, hanem egy kicsit izmosabb, testesebb embernek tűnt. Kelly az eredeti ötletben nem volt Sabrinai és nem értett a mágiához, hanem ő is egy Hemingway-i csaj volt, és Milo-nak az exe. Ez a szakítás már a sorozat előtt megtörtént, ugyanis Milo megcsalta Kellyt ráadásul egy hercegnőhalmi csajjal, akiket Kelly rohadtul utált ebben a verzióban. Milo pedig azzal védekezett, hogy csak így jutott hozzá egy bizonyos információhoz, ami segítette megoldani az aktuális ügyét. Persze, hogy folytatódott volna a sorozat, Kelly folyamatosan megenyhült volna Milo irányába, és talán még újra össze is jöttek volna a sorozat végén. Ebben a verzióban Kelly nem csak oknyomozó riporter akart lenni, hanem az is volt, és nagyon sokszor így segítette Milo ügyeit. Ezt eredetileg át szerettem volna emelni a végleges verzióba is, de aztán hanyagoltam, mert Kellyre jött egy sokkal jobb ötlet, és onnantól kezdve kukáztam ezt a részét a karakternek.
ami pedig Akirát és Tibort illeti, ebben a verzióban Kazuya emberei lettek volna. De aztán a későbbiekben bizonyos dolgok miatt megkérdőjelezik Kazuya módszereit, lelkiismeret furdalásuk lesz, és először Tibor, majd később Akira is Kazuya ellen fordult volna. Ami viszont Rexet illeti, ebben a verzióban is egy New Texas-i cowboy lett volna, akinek lett volna egy Huncut nevű raptora, és ebben a verzióban is az oltalomnak dolgozott. Rajta keresztül ismertük volna meg kb. A harmadik-negyedik epizódban, hogy mi is ez a szervezet, mit csinálnak, miért csinálják, hogyan csinálják. Ami viszont megváltozott volna, az a Rex és Milo közti dinamika, ugyanis ebben a verzióban Rex idézőjelben rivalizált volna Milo-val, hogy ki bogozza ki előbb a rejtélyeket. Más szavakkal lett volna kettejük között egy farokméregetős ki a nagyobb macsóféle rivalizálás, amit nagyon sokáig az új verzióba is bele akartam tenni, de aztán végül úgy döntöttem, hogy nem kell ez ide. És természetesen voltak olyan karakterek, akik ebben a verzióban még nem léteztek, így például Kócos, George, sőt, a közkedvelt gonosztevő Vito sem létezett még ebben a verzióban, ahogy Richie Wolf sem. Viszont Leo ugyanúgy benne lett volna, mint Utópia eléggé korrupt vezetője. A nagylány viszont egy rejtélyesebb figura lett volna, mintha nem lenne most is az, de akkor csak ilyen beszédtárgya lett volna, tehát nem találkoztunk volna vele személyesen. Ellenben volt egy olyan karakter, aki ebben a verzióban nagyon fontos szereplő volt, de aztán a véglegesbe egyáltalán nem került bele, ez pedig Nancy kishuga. És akkor Nancy hugán keresztül rátérnék a harmadik pontra, a cselekményre. Az első évad nem lett volna epizódikus tematikájú, illetve az egész történet Hemingway-ben játszódott volna. Az egész abból indult volna ki, hogy Nancy Uga felkeresi Milo-t, hogy a nővérének lett egy új párkapcsolata, és azóta nem önmaga, és a srác is gyanús, úgyhogy rá kéne nézni, hogy mégis mi van vele. És igen, ebben a verzióban is Tevinről beszélünk, és ebben a verzióban is egy ajándék lett volna Utópiától. Viszont ezzel együtt rengeteg más csontvázis kijött volna a szekrényből, egyre többen lettek volna benne az ügyben, egyre bonyolódott volna a szitu, míg végül a dolgok odáig fajulnak, hogy Tevin felrobbantotta volna magát, ezzel Chicago, vagy angolosan kiejtve Chicago egy részét is felrobbantva. És mivel szükség volt bimbakokra, ezért előálltak egy olyan sose volt formációval, aminek tagjait csak a véletlen hozta össze, de ezután az első évad végén kénytelenek lettek volna összeállni egy nagy csapattá és együtt bejárni egész korcsvilágot, tehát a második évad, ha ebben az esetben is lett volna, akkor arról szólt volna, hogy bejárjuk ezt a nagyon furcsa világot közösen. És hogy kik lettek volna ebben a csapatban? Szerintem kitaláltad magadtól is, a tangósok. Végezetül jöjjön a negyedik pont, ami szerintem a legvadabb. Annak idején nagy kérdés volt bennem, hogy korcsvilágot a világtérképre tegyük rá, vagy inkább a magyar térképre. Ebben a verzióban minden megyét, bocsánat, vármegyét lecseréltünk volna alternatív Magyarországokra. Persze így is akadtak olyan országok, amik fontosak voltak a sztori szempontjából, ám ennek ellenére mégsem valamelyik megye helyére kerültek be. New Texas ugyanúgy Texas és néhány más amerikai állam helyére került volna, Sabrina ugyanúgy Franciaország északi részét és Nagy-Britannia déli részét foglalta volna magába, ahogy Vikingárd is északon lett volna. Persze, amikor a barátaimnak felvetettem a dilemmát, akkor egy-kettő kivételével mindenki mondta rögtön, hogy eszedbe ne jusson a magyar térképre rátenni, legyen a nemzetközi. Viszont őszinte leszek, nekem birizgálja a fantáziámat ez a verzió is, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy egyszer egy novella formájában, vagy egy spin-off formájában, vagy valahogy említést teszünk erről. Egyébként a megyék lecserélésénél volt olyan, amelyiknek megvolt a maga logikája, megvolt az értelme, hogy miért pont oda került az adott ország, de a legtöbb esetben nem kell túlgondolni, egyszerűen azért került oda, mert ott volt hely. Vannak országok, amik ebben a verzióban is ugyanolyan gimmikkel és ugyanolyan névvel kerültek volna bele, ilyen például Bátorvár, ilyen például Utópia, Arkham, Lurkóvölgy, Hercegnőhalom, Ilnác, stb. Voltak olyan országok, amik belekerültek, de átlettek nevezve, ilyen volt például Kántor, amiből Hemingway lett, ilyen volt Kordoskút, amiből Crichton, és persze vannak olyan világok, amik vagy nem kerültek bele, vagy pedig még kérdéses, hogy bele fognak kerülni a végleges verzióba. Ilyen például Weston, ami Veszprém megye helyére került, övék lett volna a Balaton, de
Az a csavar, hogy itt a Balaton nem egy hatalmas nagy tó lett volna, hanem egy szigetcsoport, és a többi terület lett volna egy hatalmas édesvízi tó. Tehát egész Veszprém megye helyén egy hatalmas tó volt, amit kalózok és sellők uraltak, gyakorlatilag Havanosznak egy sokkal mesésebb feldolgozása. Vagy ilyen például Nebaspaka is, ami egyelőre úgy néz ki, hogy nem került bele a végleges verzióba, de ki tudja, lényegében egy nagyon elcseszett hely, ahol a csernobili atommű ugyanúgy felrobbant és ugyanúgy kifejtette káros hatásait, de mellette ledobtak egy atombombát is, mellette sokkal nagyobb a környezetszennyezés, mint a mi világunkban, pedig a miénkben sem kicsi sajnos. Más szavakkal Nebaspaka egy eléggé szörnyű hely, ahova te nem akarsz menni még turistaként sem. És hogy egy utolsót említsek még, ami ilyen jellegű ország, Gőzmozdony, ami Győrmoson Sopron helyére került ebben a verzióban, ők egy olyan valóságból érkeztek, ahol az osztrák-magyar monarchia nem hullott darabokra, és egy erős állam tudott maradni, valamint technológiájukat tekintve ők eléggé steampunkok, tehát egy steampunk osztrák-magyar monarchia lett volna kicsiben. Ha van oka annak, hogy örülök, hogy nem ezt a verziót fejtettem ki és hallgattam a barátaimra, az az, hogy így elkerültük azt, hogy bárki megsértődjön, hogy miért pont az ő megyéjét csináltuk meg olyanra, amilyenre, miért pont nálunk vannak a dínók, miért pont nálunk vannak a zombik, miért kaptunk új nevet, miért nem kaptunk új nevet. Szóval egy szó mint száz, az ilyen gondolatok miatt örülök, hogy mégsem ezt fejtettem ki, viszont én szívesen dolgoznék vele olyan formában, hogy ne menjen az eredeti univerzum rovására, úgyhogy ha ez a verzió is érdekel titeket, írjátok meg a kommentek között. Én ennyi voltam mára, búcsúzom tőletek, hogyha tetszett, akkor lájkoljatok. Sziasztok!